fogadják meg a Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság ajánlásait a besúranó tolvajok elleni védekezéshez. A tavaszi idő beköszöntével sajnos a besurranó tolvajok is megjelenhetnek a családi és társasházaknál, hogy a nyitva hagyott ablakon keresztül vagy épp ajtón beosonva különféle értékeket lopjanak el. A tolvajoknak nem kell a zárral bajlódniuk, fizikai erőszak nélkül juthatnak be a kulcsra nem zárt, vagy felügyelet nélkül kinyitva hagyott ajtón, ablakon. Leggyakrabban könnyen megszerezhető, illetve mozdítható értékeket, mint például táskát, készpénzt, ékszert visznek el, és az sem riasztja vissza őket, ha a tulajdonosok éppen otthon tartózkodnak. Kellő elővigyázatossággal az ilyen esetek megelőzhetőek. Kérjük, fogadják meg tanácsainkat. A háza kertkapuját, lakása bejárati ajtaját mindig zárja kulcsra, akkor is, ha otthon tartózkodik. Ha a kert hátsó részében dolgozik, vagy a teraszon pihen, akkor se feledkezzen meg erről. Amikor elmegy otthonról, akár csak rövid időre is, ne hagyja nyitva még résnyire se az ablakot. A szellőztetéssel is legyen óvatos, ne hagyja kitárva a földszinti lakása ablakait, ha nem tartózkodik a szobában. A szúnyogháló nem helyettesíti a becsukott ablakot. Táskáját, kulcsait, egyéb értékeit ne hagyja az előszobában, a bejárat közelében. A bejárati ajtóra célszerű nyitásérzékelőt szerelni, így azon napközben sem tudnak észrevétlenül bejutni illetéktelen személyek. Ha gépkocsijával az udvarban áll meg, akkor is zárja be az autót, húzza fel annak ablakait és ne hagyja benne értékeit. Ha mégis megtörtént a baj, azonnal értesítse a rendőrséget, ne változtassa meg a helyszínt, ne tegyen rendet, mert ez megnehezíti az elkövetők felkutatását.